Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ezt megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a szerencse, tehát vannak nála jó ötletek, jó gondolatok. Úgy gondolja, hogy itt lesz egy szerencsés kiút, hiszen az utak jelentik a változásokat, lesz egy új irány. Ez lehet különböző életterület, munkahelyi változás, változások a családban, vagy költözködés, egy új út, egy kirándulás, vagy kettőtök között lesz egy új cél, egy új irány, ami szerencsét hoz, legalábbis így gondolja. Hogyan érzi magát? Itt látható ez a kígyó előtte, ez jelentheti a gyógyító erőt, a változásokat, a megújulásokat is, de jelenthet egy hölgyet a háttérben. Lehet, hogy ez a hölgy tartja még itt ebben a labirintusban, és ő elbúcsúzik ettől a nőtől, lesz egy új irány, ami boldogítja őt, ami szerencsét hoz számotokra. Mit fog tenni? Itt a virágcsokor azt jelenti, hogy ő megvan elégedve veled, a külsőddel, a fellépéseddel, hiszen a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, vagy egy szép környezetet. Persze arra is utalhatnak a kártyák, hogy útban van hozzád, lesz egy meglepetés, és ez a virágcsokor lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is. És itt van a nyilvánosság, összefuttok a nyilvánosságon, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Mi köt össze benneteket? Itt láthatóak a madarak, jelentik a vidámságot, a beszélgetéseket. Így csevegni fogtok majd egymással. Lesz egy új irány, itt van a boldogság, a szerencse, a nyilvánosság, az ajándék, és ez a hölgy eltávolodik tőle, hiszen ő tervez itt egy új irányt, egy új kezdetet. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy beteg volt, és megvan a gyógyulás, az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és lesz egy munkahelyi változás. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!